Ég a város, ég a ház is, nem is egy ház, hanem száz is. Ezzel a gyermekdallal kezdődött a Magyar Örökségdíjas Ringató Foglalkozás rendhagyó helyszínen az Életfa Idősek Otthonában október 6-án. Az intézményt Kákai Emese és Árki Zsuzsanna foglalkozásvezetők keresték fel azzal kapcsolatban, hogy megörvendeztetnék az otthon lakóit az énekes hangszeres programmal. Szerencsére jó szívvel nyitottan fogadtak minket, mert számos példát láttunk országszerte korábbi évekről is kolléganőktől, hogy ők már bevitték helyi idősök otthonába ezt a programot, és teljesen jól fogadták, úgyhogy bátorkodtam én is ezt felhozni itt Pakson, és szerencsére partnereket találtunk itt a idősök otthonában lévő dolgozókkal, úgyhogy bízom benne, hogy akármi folytatása is lehet. A ringató foglalkozáson mintát kaphatnak a szülők a kisgyermekek zenei nevelése megkezdéséhez. Őbéli játékokat játszunk, énekelünk, van egy kis hangszerjáték is, és lényegében ez egy 30 perces foglalkozás. Már lehet jönni a születéstől a 3 éves korig, és családokat várunk, tehát nem feltétlenül anyát és gyermekét, hanem jöhet anya, apa, nagypapa, nagymama is erre a foglalkozásra. Bár az idősek otthonában tartott foglalkozáson is elsősorban a kicsikre fókuszáltak a foglalkozásvezetők, igyekeztek bevonni az időseket is. Bizonyított, hogy egy kisbaba látványa is hát hatással van akár az időskori demenciára is, vagy az, hogy már gyermekkorból ismert énekek előkerülnek, és emlékeznek rá, és ez nagyszerű dolog. Még egy virágos rózsmarin. Rózsmarinot köszönjük! Én kis kertet kerteltem, rózsmaringot ültettem. Az otthon lakói közül is akadtak, akik felismerték a dallamokat. Igyekeztünk olyan dalokat válogatni, amiket ők is ismerhetnek feltehetően, a klasszikus népdalok, Hull a Szilva a fáról, Hajdonáról fúj a szél, amik úgymond közismertek, és hát ha bennük egy jó emlékeket idéznek föl, és be tudnak kapcsolódni. A rendhagyó ringatót nem csak az időseknek, hanem a kisgyermekeknek is elnyerte a tetszését.